Szeptember 1-től offline módban folytatódik az oktatás Ukrajna iskoláiban, idézte Andrei Vitrenkót, az oktatási miniszter első helyettesét kedden az Unián. A politikus arra hívta fel a szülők, tanulók, tanárok figyelmét az elemi iskolától az egyetemig, hogy készüljenek fel a jelenléti oktatásra. A helyettes megjegyezte, az új tanévben módosulnak a tantervek, új tantárgyak lesznek, mint például a hazavédelme, ahol a nemzeti öntudat és a hazafias nevelés erősítése lesz a cél. A világirodalom órákról több orosz művet száműznek, de változások lesznek az ukrán történelem és a világtörténelem oktatásának módszertanában is.